Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás április 24-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ezen a képen Justícia istennő látható. Az utalhat egy bírósági ügyre. Amit még Justícia mutat, ez az igazság vagy az igazságtalanságok, és e felett ő most töpreng. A képen látható ez a mérleg, utal a belső egyensúlyra. Az egyik serpenyőben a szív van, tehát szívügyek, szeretet, szerelem, a másik serpenyőben pedig ott van egy toll. Ennek van egy szimbolikus jelentése az egyiptomi mitológiából. Mert ott úgy van megírva, ha mi meghalunk, a lelkünk elhagyja a testünket, és mérlegelve lesz a lélek. A lelkünk olyan könnyű, mint ez a toll, akkor felszabadultnak érezhetjük magunkat, és magunk mögött hagytuk a kármikus témákat. Tehát ennek a tollnak a jelentése a mi lelkünk, egy lelki kapcsolat, és a szív természetesen utal a szerelemre, és a mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot. Amiről ő elgondolkozik, ez lehet egy bírósági ügy, igazság vagy igazságtalanságok nála, és egy lelki kapcsolat. Ez áll most nála, így a középpontban. Most megtekintjük a második kártyát, és az utal az ő érzelmeire. Itt látható a főpapnő. Előtte ott van egy könyv. Ezt a könyvet úgy hívják, hogy Akasha Krónik, és benne vannak a sors utak. És ami itt olvasható ebben a könyvben, ez ugyanaz, ahogy a csillagképek is mutatják a sors utakat. Ami őt és téged illet, ő érzi azt, hogy kettőtök között van egy lelki kapcsolat, mert ez benne van a sorsok könyvében. Ez meg van írva. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit tesz irányodba, mit közöl veled, és ezt mutatja a következő kártya. Ezen a képen láthatóak az aranyérmék. Ez utal anyagiakra, vagy utal a belső értékekre. Amennyiben anyagiakról van szó, valaki kihasználja őt. Ez látható a képen. Itt igazságtalanságokról van szó. Az egyiknek minden megvan, a második kap ebből valamit, a harmadik és a negyedik ebből nem kap semmit. Ez utalhat a munkahelyére, ahol kihasználják őt. Ez lehet egy vállás, ahol fizetnie kell. Ugyanúgy, mint ahogy Justícia istennő is erre utalhat. Amennyiben belső értékekről van szó, ő mutatja az aranyérméket. Az azt jelenti, te értékes vagy számára. Ez a párkapcsolat, ez a szerelem értékes számára, és számodra az a fontos, hogy légy magabiztos, légy annak tudatában, hogy te értékes vagy számára, és te megérdemelted ezt a férfit,
te megérdemelted ezt a párkapcsolatot, ami még fontos lehet számodra, ne hasonlítsd össze magad másokkal. Amire még felhívnám a figyelmedet. Ő hajlamos arra, hogy mindig segítsen másoknak. Lehet, hogy nem tud nemet mondani, sajnos gyakran előfordul az, hogy mások kihasználják őt. És most megtekintjük a napi kártyát. Ennek a horgonynak két jelentése van. Az egyik utal a párkapcsolatra, és azt jelenti, hogy ő most nálad lehorgonyozott, legyökerezett, érzi a biztonság érzetét, és ebből lesz egy tartós párkapcsolat. Ő hisz ebben, hiszen érzi azt, hogy mindez meg van írva a sorsok könyvében. A másik jelentése ennek a horgonynak az a munkahelye. És mivel a harmadik kártyán láttuk azt, hogy mások kihasználják őt, ami a munkáját illeti, úgy érzi, hogy ő sokat dolgozik, és keveset fizetnek ezért. És most áttérek az asztrológia területére, az indiai számítás szerint. Ezen a képen egy indiai horoszkóp látható, mégpedig az, ami április 24-ére vonatkozik. Itt hozzá kell tennem, hogy az indiai asztrológusok figyelembe veszik a precessziont, és másképp számítják ki a horoszkópot, mint a mi általunk ismert asztrológiánál. Én ezzel a módszerrel dolgozom. Most megnézzük ennél a horoszkópnál ott fent, a második kockában balról tekintve, hogy mi várható, hiszen látható, hogy ott vannak a bolygók és a nap. Ez a második kocka jelzi a kos jegyét. Itt található a nap. Ebben a kozmikus órában a nap a kismutató, és utal a havi témákra. Itt a kos jegyénél lehet egy új kezdet. A mai napon Merkur bolygó eléri Uránusz bolygót, és együtt hatnak. Merkur bolygónál tettekről van szó, vagy kommunikációról. Lehet egy szerződés is. Mivel együtt hat Uránusz bolygóval, tehát érezhető Uránusz bolygó energiája is, az azt jelenti, hogy itt van egy meglepetés, vagy ezáltal lesznek változások. Arra is utalhat, hogy különleges módon van most ez a kommunikáció. Április 26-án eléri Merkur bolygó Vénusz bolygót itt a kos jegyében. Ezt is figyelembe kell venni. Itt lehet egy új kezdet. Hat a tűz eleme, a bátorság, az energia, a mozgás, és valami lesz, ami lelkesít bennünket. Merkur bolygónál lehet egy szerződés, vagy egy hír, kommunikáció, és ez bennünket, hölgyeket érint, mert Vénusz bolygó bennünket szimbolizál. Ez kihathat a munkára, akkor itt egy kreatív
tevékenységről van szó, megvan ez az alkotó erő, különösen a művészetek területén, vagy kihat a szerelmi életre, mert Vénusz bolygó ezt is szimbolizálja. Merkur bolygó április 27-én eléri azt a pontot, ami közel van a naphoz. Így pörögnek az események, kiderül a valóság, lehet valamit tisztázni, de ha titkokról van szó, akkor fontos, hogy erről most ne beszéljünk, mert előfordulhat, hogy valaki elmondja másoknak, és akkor ez kiderül. Április 28-án Plutó bolygó megáll, és utána visszafele mozog, ami a múltra utal, vagy valaki visszatér a múltból. Április 28-án meg kellene állni egy pillanatra, elgondolkozni azon, mit kellene lezárni az életünkben. Április 29-én eléri a hold, a lefele mozgó holdcsomót, Kétút, és itt lesznek kármikus témák, itt a múltról van szó, mint említettem, lehet, hogy valaki visszatér a múltból. Ezt átéljük április 28-án, és április 29-én még mindig elgondolkozunk ezeken a témákon, vagy lesz újra egy kapcsolat, talán ezáltal megint egy új kezdet. Április 30-án találkozik a nap Uránusz bolygóval. Itt lesz egy meglepetés, lesznek változások. Gyakran előfordul így Uránusz hatása alatt, hogy költözködés lesz. A hold még mindig az oroszlán jegyében található. Ez látható ott jobb oldalon, alulról tekintve a második kockában. A hold a mai napon az Uttara Palguna holdházban van. Ez utalhat egy nyereményre, vagy arra, hogy ti indítatok valamit, és ez gyümölcsözni fog. A mai napon fontos, hogy az adás és vétel egy hangban legyen. Kell ez a kiegyensúlyozottság. Amit ez a holdház még jelent, ez a kreatív tevékenység, az alkotó erő, és ez egy jó nap arra, hogy az ötleteinket megvalósítsuk. Amit még jelenthet, valamit rendezni, vagy rendbe tenni. A hold az oroszlán jegyében szemben áll Neptun bolygóval. Neptun bolygó az indiai számítás szerint a vízöntő jegyében van. Az ott található bal oldalon, felülről tekintve, a második kockában. Neptun, NE. Mit jelent ez a kapcsolat a hold és Neptun bolygó között? Ők szemben állnak. Itt tükröződik valami. Azon kívül ez olyan, mint egy mérleg. Itt mérlegelni kell a dolgokat. A hold és Neptun bolygó hasonló témákat vált ki belőlünk. Itt érzelmekről van szó, vágyakról, kívánságokról, reményekről és álmokról. Az lehet, hogy álmodtatok valamit, és ennek az álomnak van egy jelentősége. Ez olyan, mint egy lelki üzenet.
vagy ő álmodott rólad. De jelenti az álmodozásokat is. Itt fontos, hogy ebbe a tükörbe tekintsünk. Ezek az álmok, vagy az álmodozások. És egy álom megvalósítható. Kell a hitet erősíteni. De nem szabad a reális dolgok elől elmenekülni egy álomvilágba, mert akkor ez a mérleg megváltozik, és nincs meg az egyensúly. Ami még mindig hat, ez Szaturnusz bolygó a bak jegyében. Bal oldalon a második kockában alulról tekintve. Szaturnusz bolygó a sorsok bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Besugározza Kétút, a lefele mozgó hold csomót, a Szkorpión jegyében, az ott található alul, balról tekintve a második kockában, itt a múltról van szó. És besugározza Ráhút, a felfele mozgó hold csomót, ott fent, jobb oldalról tekintve a második kockában, a Bika jegyében, ahol szintén kármikus témákról van szó, de Ráhú mutat számunkra egy kiutat, egy új lehetőséget. És ez azt jelenti, hogy benne vagyunk ezekben a változásokban, megújulásokban, itt vannak kármikus témák is. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy szép napot kívánok nektek! Üdvözöllek benneteket Mallorca szigetéről!